Új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, naphold és csillag. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Tehát férfiak mennek, legények faluról falura, minden ház előtt megállnak, bemenni tilos, és megköszöntik az új esztendőt. Tehát új esztendő, végsább, mert ez nincs legépelve. Nem gépeltem le magyarul. Új esztendő, végságszerző. Dicsérd Uradat, új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Azért énekelem közben, hogy már az éneket is tudjátok. Új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Az angyalok fenn, az a második verszak. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Az angyalok, második vers. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Előről pedig új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Hú-hú-hú! Az is kell hozzá. Hú-hú-hú-hú-hú. A végére. Tehát új esztendős köszöntő, hajnalban már ébresztik a népet, és megköszöntik az embereket. Na lassan énekeljétek ti is. Új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Na majd hangosabban is. Új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Csengetnek, kolompolnak, dobolnak, kurjantanak, lövöldöznek, mindent csinálnak. Értitek? Na, utoljára, új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Na, új esztendőnél vagyunk. Na, nézzük a szöveget, milyen csodálatos. Tehát esetleg aláhúzzátok azt az egy szót. Új esztendő, tehát benne van a természetnek a körforgása. Ugye az esztendőt nyugodtan aláhúzhatod. Új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat. Az Urad szót aláhúzhatod, és itt már rögtön meg kell álljunk. Az kicsoda. Tehát tény az, akármilyen Bibliát, egyebeket olvasol, hogy az Úrnak két értelme van. Vagy azt mondják Úristen, akkor egyértelműen az Istenre gondolsz. De az Úr lehet Jézus Krisztus is. Ez százszáz, ez ténykérdés. Tehát én azt mondom, hogy az Urat imádom, gyakorlatilag nem tudod, hogy kiről beszél, mert vagy az Isten, vagy a Jézus, ugye azért beszéltük, hogy azért nem ugyanaz. Tehát benne van a szövegben a lehetősége a kettőnek szépen. Tehát most értékeket mondok. Az esztendő ott volt, ott az új esztendő, végságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltó, megváltót alá lehet húzni, ez viszont már egyértelműen Jézus Krisztus. S
akkor nap, hold és csillag, azt is alá lehet húzni mind a hármat. A nap, a hold, a csillag, az már megint a teremtés, és kötődik inkább a Teremtő Istenhez, mert ugye beszéltük azt, hogy a Jézus Krisztus nem teremtett napot. Tehát azt a jó Istennek a feladata volt, Jézusnak meg más volt a feladata. Tehát egyetlen kis újesztendő köszöntőben tökéletesen benne van ez a teljesség, amiben ma élünk. És amiben ha tájékozódunk, akkor rend van, csak nem mossuk össze a dolgokat. Na még egyszer, és akkor ez vége van. Új esztendő, vígságszerző, dicsérd Uradat, Urad által megváltódat, nap, hold és csillag. Az angyalok fenn az égben mondnak hozsannát, mondjatok hát vélünk együtt, szent alleluját. Na! No do re re, do do re re, so fi so fi so, so so la la, so fa mi fa re, di re di re, re re, re re mi, do do re re, már bezavarta. Mi akarok kijönni? Ha le akarod szolmizálni, akkor nem egyszerű. Mert van benne fi, van benne fa, van benne di, meg do, és ebből mi következik? Az, hogy ezt egész Európa nem tudja. Vagyis a Jóisten rendje szerint ez a zenei kétszer két órás előadás egyik tétele. Tehát van az, hogy do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re. Jó, ezt szoktuk szolmizálni, jó? Erre minden hangra épül egy hangsor. A dóra, amit most énekeltem, azt mondjuk durnak Európában. Ha rével kezdem, do, re, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, do, ti, la, so, fa, mi, re, re, fa, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, so, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa, érzitek, hogy már Gregoriánnál vagyok, már középkor recitáló templomé, ne, ra, 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 ra. Na most mire is van, az a frig, a lid, a mixolid, a lok, a mol, vagy eol és a lokriszi. Tehát minden, a dura, dóra, a rére, a mire, mindegyikre vannak hangsorok, érzitek? Most nem Kínában vagyunk, mert ott megint más a helyzet, de Európában. Na most a kérdés az, hogy minden hangsorra van-e a magyar népzenében dallam? Ez ott van az előadáson, a válasz, hogy van. Fölteszed, meghallgatod, leszolmizálod, kész. Megvan-e nyugaton? Nincs. Tehát a Jóisten rendje szerint, amilyen hangokat teremtett a Jóisten, a magyarság mindenre tud népdalt adni. Ez ténykérdés. Viszont ha meghallgatod Mozartot, Bachot, bárhol, a durban van minden mű az égvilágon, és a párja az úgynevezett moll, de a moll alatt már vakarózunk, mert az félig hangszor, mert lá, szí, lá, tí, dó, tí, lá, szí, lá, tí, dó, tí, lá, szí. Ott egy fél hang van, a népzenében pedig lá, lá, szó, szó, lá, tí, dó, tí, lá, szó, egész hang van. Tehát az európai második hangsor, az úgynevezett moll, az félig más, félig nem. Mert a durnál is a dó, tí, ott kis hang köz van, és ha lá alá fél hangot teszek, az is félig már majdnem dur. Tehát a hétből Európa tud más felet. Rendben van? Na akkor kizárkózik fel kihez. És ez adja a problémát, hogyha valakinek nincsenek húrjai, képzeljetek el egy zongorát, és nekünk az összes lehetőségre van húrunk. És van olyan, amelyiknek kettőre vagy másfélre van húrja. Hogy fog viselkedni velünk szembe? Nem tehet róla. Azt mondja, hogy te fejletlen vagy, gyagya vagy, fejlődj fel hozzám, mert egyszerűen nem érti. Mit akartok ti ezzel a dorhangsorral, meg egyebekkel? Menjetek a fenébe. Zárkozzatok már fel hozzánk. A magyar meg a mai napig nem tud, mert ösztönösen a vérébe van az, hogy a több az hogy tudjon felzárkozni a kevesebbhez. Na, ennyit zeneelméletről, hogy azért a önbizalmatokat kicsit neveljem, tehát ezek ténykérdések sajnos. És az a csoda, hogy a mai napig használjuk ezeket a hangsorokat, főleg a táncház mozgalom. Ha ügyes egy vezető, zenész, akkor tudja az, hogy ilyen dallamokat is használjon, ha ösztönösen csináljuk az is, de kimutatható a mai napig, hogy ezek élnek.
Most ez az új esztendő köszöntő, ez nyugaton elképzelhetetlen. Az, hogy valamikor az 1200-as években vagy 1000-ben ott a angol földterületen, amikor még Anglia se volt, hát Európa mikor született? 200 éve vagy valamikor, Bismarck. A mai napig szétesne Németország, hogyha nem volna irodalmi nyelv, mert az északi német más úgy beszél, hogy a déli német nem érti meg. Hát ha nem lenne jogi rend, akkor szétesne Németország. A magyaroknál a csángó eljön az őrségbe, megérti. Tehát olyan csodája van a magyarnak, a bizonyos szavakat, ugye, amit használ, az esetleg nem tudja, de megértik egymást. Hát ez világcsodája, hogy a sokszínűségben mégis értjük egymást. A németek erre képtelenek. És hány ezer év kell még a német nyelvnek, hogy megértsék egymást? Felfoghatatlan. Tehát óriási értékek, aranyhegyek tetején ül a magyarság. Jó lenne tudni. Tehát ezért vagyunk itt. Jó, akkor mondtam egy adatot. Következő egy érdekes játék. Ide tettem be, ráadásnak terveztem, de most ide illik. Hogy születik az élet? Ott beszélgettünk egy kicsit, hogyha botanikusok azt mondják, hogy ezt a virágot még sose láttam, akkor ez akkor érdekes, hogyha tényleg nem volt. Mert ha odafújta a magot valahonnan, akkor jó, csak eddig nem foglalkoztunk vele, vagy nem vettük észre. De ha találnak egy olyat, ami a természetben még soha nem volt, azért az érdekes, nem? Hogy a természet hogy szüli az újat. Na most mutatok nektek egy olyan játékot, amit óvodásoknál lesett meg egy Decsi Zsóka nevű óvónő, ma is él. A óvónők között, akit én ismertem, az egyik legkitűnőbb. Semmi más nem kellett csinálni, még úgy élt a gyerekekkel, ahogy élt. Szeretettel, sok mindent tanított nekik, és hagyta őket. És egyszer csak a kertbe észrevett valamit, amit a gyerekek maguktól csináltak. Ez fog kapcsolódni ahhoz, amit most vetitek, mert a laptop megjön ma, megjött, tehát tudunk vetíteni, ami gyerekrajzokra, mondom, az úgynevezett ősképeket, amit hozza a tudás, hogy ezt már meséltem. Most megnézzük ugyanezt játékba, tehát megint a Jóisten küszöbén vagyunk, hogyan teremtődik az élet, jó? Na, ez az aranyalma könyvben le van írva, ami nem kapható, fénymásolásra ajánlottam esetleg. Jó, most akkor kérek szépen ide, nem kell csinálni semmit, vagy egy 6-8 nőt, álljon föl egy pillanatra. Jó, nem énekelünk, nem mozgunk, csak a tér formát megmutatom nektek, beálltok. Van egy olyan játék, hogy hajdinálni, tökéletesek vagytok. Na, tegnap nem így volt, többet kellett könyörögjek. Na, van egy ilyen ének, hogy hajdinálni rokoja, ez egy körjáték. Amiben úgy van, hogy egy kislány önként vállalkozó bent van, ugye? És akkor éneklik a hajdinálni rokonát, most nem énekeljük, és a végén beválaszt maga közé egyet. Behívsz valakit. Úgy van, vannak ketten. Most megint eléneklik a hajdinálné rokonját, most mind a kettő választ egyet. Hajdinálné megint eléneklik, álljatok szembe, megfogjátok egymás kezét mondjuk. Akkor hajdinálné rokonja megint lesz kettő. Vagy behívtok, vagy, ja igen, rosszul mondtam, akkor te behívsz egy másikat, te is behívsz egy másikat. Úgy, megint eléneklik a hajdinát, akkor megint behívtok valakit, és elfogy a kör. És elfogy a kör. Mi lett belőle, látjátok? Párok lettek, és a kör eltűnt. Ez rendben van? Vissza lehet ülni a székre. Ez az első játék. Tehát ezt tanította az óvónő, benne van az óvónai programban, blablabla, és akkor most jellé szíves önkéntesen. Már megbeszéltük. Egy teljesen másik játék, ez a szögdeléses játék, azért kell azt a flakont, légy szíves, vedd be, mert felrúgjuk. Úgy. Tehát van egy ilyen, hogy teljesen független, ententitium, bokros lilium, akár erre, akár arra seje. Jobb, ententitium, bokros lilium, kevés a hely, nem tudunk oda rakni. Ezt múltkor úgy csináltuk meg, hogy ott a rét tetején, képzeljétek el, ott kellett indulni, és a győztes a padoknál fejezte be. Értitek? Óriási. Ententitium, bokros lilium, akár. Ez csodálatos. Akkor ketten mennek, a végén kifordul a szoknyos, akkor zsuf, le, ugranak. Na, ez a második játék, jó?
ezt is tanítják az óvodában, létezik, és a gyerekek csinálták. Most egyszer csak mit lát az óvónéni, hogy jön egy önkéntes vállalkozó megint, és azt látja, hogy az a pár, ami ugye volt az elsőbe, elkezdtek, nem így megálltak és éneklik, hogy Hajdi náni rokolja, hanem elkezdtek szögdécselni. Jó? Vagyis a kettes dolog megmaradt az elsőből, de az ugrálás átjött onnan ide. Érthető? Szöveg, az most egyelőre Hajdi nánét mondták hozzá, Hajdi náni rokolja. Most ez annyira tetszett a többi gyereknek, hogy kettő másik önkéntes ide jött. Ki a kettő? Kettő. Gyertek ide. Jó. És azt lássak meg, hogy mi ketten most így a kézváltás is megtörtént, és megirigyeltek minket, és ide jöttek hozzánk, de nem úgy, hanem... Látjátok? Lett belőle egy milyen forma? Egy keresztforma. És egyszer csak a Hajdi náné helyett elkezdték énekelni azt, hogy... Jaj, ez én vagyok? Igen, nem tettem le a betont. Semmi baj, köszönöm szépen. Elkezdték énekelni azt, hogy kis karácsony az álmában, kis karácsony éjszakája, Jézus szül, és karácsonykor. Na most ilyen soha sehol nem volt. Vagyis volt egy Hajdi náné körjátékom, egy pár választom. Volt egy önálló szögdécselés, az a szögdécselés átkerült egy kettesbe, még a Hajdi náné szöveggel, és amikor két másik kislány idejött és megszületett a kereszt, akkor rájött karácsonyból egy olyan ének, amihez semmi mozgás nincs. És itt van. Na most a hagyomány, van mit kell tudni? Ez vagy megmarad és leutánozzák, és 50 év múlva egy néprajzos felgyűjti, vagy kiesik. Mindig születnek új változatok, mert egy táncfigurába is táncol valaki egy olyan lépést, ami sose volt, akkor vagy megirigylik a fiúk, és leutánozzák, vagy azt mondják, ez a te lépésed, mert ugye névhez is kötődnek figurák, aztán meghalt, 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 és elszakad a névtől, és megmarad, vagy nem marad. Én ezt akartam nektek megmutatni, hogy egyetlen ilyen példa volt az életemben, ez az aranyalmában le van írva, a Decsi Zsókához kötődik. Hogy meg lehetett mutatni, hogy születik egy új dolog. Erről tudjatok, mert ez a teremtésnek a pillanat, és ez óriási. Mert nagy baj van az, ha mindig csak azt csináljuk, ami már le van írva. Mert ez sose volt. Mindig születtek újak, és vagy átvette a falu, vagy nem. Ez vonatkozik a főzésre, a kertművelésre, az építkezésre, mindenre az égvilágon. Tehát, és hogyha a teremtés ott van, akkor gyakorlatilag megint megvan a kapcsolatunk a Jóistennel. Így van? Na, köszönöm, üljetek le. Na, tehát ez volt egy na, elfújta a szél a papírkáimat. És akkor, hol vagyok? Hármas. Meg vagyunk. Jó, a pattogtatás szót még bemondanám mindehhez, új esztendő. Ugye csak mondtam, hogy kiabálnak, de az szilveszterhez és az új esztendőhöz nagyon hozzátartó, a mai napig, hogy lőnek, ugye? Lőnek, pattogtattak, csinálunk, amit akarunk városban, ezt nem tudták kiírtani. Molnár Jóska hangsúlyozta nagyon szépen régen, hogy a pattanás az a születéssel analóg. Tehát valami egy rügy kipattan, vagy egy gyerek valami, akkor ez egy nagyon szép dolog, hogy nem véletlen. Tehát nem véletlen, hogy az új esztendőkor lövöldöznek, kiirtani a reménytelen. Mert egyszerűen genetikailag a természet rendjében benne van a dolog. És nem csak az új esztendőkor, nagyon érdekes, hogy a úgynevezett lakodalom vagy mennyegzőt mondtam, ugye az is születés, mert születik egy új pár, utána a gyerek, tehát a régi lakodalmakban, mennyegzőkben óriási lovasok mentek, pattogtattak mindent, tehát a pattantás az nagyon hozzátartozott minden születéshez, még a mennyegzőhöz is. Bár most évkörről beszélünk, csak mondom, hogy milyen szépen átmegy analógiásan egy másik területre. Jó?
Következik a regölés gondolatköre. Első adat az, hogy a téli ünnepkörkör két fő játék van, a betlehemezés és a regölés, és erre még ugye a Jóskáik is sokszor emlegették az, hogy ne keverjük, a betlehemezés az a karácsony előtti időszaknak a szokása, ugye mert felkészít a születésre, arról szól, a regölés viszont indítja az évet. Tehát amikor véget ért az új esztendő, akkor mehetnek a regősök, nem pedig decemberbe. Tehát ne keverjük meg a szezont a fazonnal. Karácsony előtt a betlehemezés, a fő szertartásos játék, és a regölés pedig az új esztendőnél. Pap Gábornak vannak komoly tanulmányai arra, hogy a betlehemezésnek a magyar változataiban, ha megnézik, akkor sok olyan elem van, amit nem lehet kikövetkeztetni a Szentírásból. Ez megint a magyarság szempontjából érdekes, és kötődik a Teremtőistenhez, az asztrálmitoszi rendszerhez, tehát egyértelműen Jézus életéből, annak megszületéséből nem lehet levezetni a magyar betlehemeseket. Ezt nézzétek meg, akit esetleg érdekel, és hogyha csinál egy betlehemest, akkor el kell döntse, hogy egy olyat csinál-e, amiben teljesen egyértelműen benn van a Szentírásnak a tanítása, vagy beletesz olyat is, amivel nem tudnak a papok mit kezdeni, mert nem ebből a forrásból ered. De a magyarság hagyományában benne van. Jó, erről én nem, részletesen nem kívánok beszélni, viszont nézzük meg a szövegét, megint nagyon szép. Azt mondja, amott kerekedik egy fekete felhő, tehát regölés, ez nincs legépelve, ne nézzétek. Amott kerekedik egy fekete felhő, abban legelészik csodafiú szarvas. Tehát ezzel kezdik a regősök. Akkor már találkoztunk ugye egy csodafiú szarvassal. És egy égi képpel, amott kerekedik egy fekete felhő, abban legelészik. A csodafiú szarvasra akarok kilukadni, tehát van egy szarvasunk, és csoda szarvasról már beszéltem, benne szövegben. Abban legelészik csodafiú szarvas, helyregő rejtem, adjon az Úr Isten, ennek a gazdának nem tömt. A regő szó a másik, ami nagyon fontos, regölni, varázsolni, regélni, rejte, tehát ez is egy úgymond pogányos, vagy egy kereszténységtől független szó a magyar hagyományban. Maga a regölés szó is ilyen. Zárójelben jut eszembe, hogy a sámánt és a táltost nem szabad keverni. A tanítói, megint így mondom, ott tudatosították nagyon, hogy a táltos a 100%-ban kapja a tudást. Nem énekel, nem használ gyógyfüveket, nem táncol, nem próbálja magát, nem tudom milyen önkivelőti állapotba keríteni. Tehát a sámánokra ez jellemző. A magyar hagyományban a sámánról mondjuk nézzük meg a népmeséket. Abszolút bizonyíték, hogyha a magyar népmesékben te táltos szöveggel nem találkozol. Vagyis sámánnal nem találkozol, de táltos lovat, táltos gyerek az van. Tehát ezt a kettőt megint érdemes szétválasztani tisztán, mert megint kötődik ahhoz, amit már mondtam nektek, hogy adatik a tudás, ugye? Pedagógiában máshol. És a magyarság ezt teljesen ismeri. Tehát a táltos az kapja, és táltos gyerekek vannak, voltak és szerintem ma is vannak, és nem veri nagy dobra az, hogy ő mit csinál, tehát nem kell megijedni, hogy ez a múltban volt, ez az jellemző rá, hogy ő gyakorlatilag egyértelműen bekötődik az égi mezőbe, kötődik hozzá egy elhívás jelenet. Ez olyan 8-10-12 éves kor körül szokott lenni, ez nekem nem ismeretlen. Álomba vagy álom nélkül elhívják az embert, elkerül máshova, és az úgy kap egy úgynevezett beavatást valamilyen formába, és utána megtalálja az életének az értelmét. Visszajön a hétköznapi életbe, sokszor nem ismernek rá a szülei, vagy a környezete, mert egészen más lett. És utána tudja az útját és csinálja. Dokumentált például mondjuk Csontvári Koszka Tivadar. De nagyon sok emberről, és ti is gondolkozhattok ezen, hogy volt-e olyan álmotok mondjuk, vagy érzésetek, amit lehet, hogy ehhez kell kötni. A lényeg az, hogy utána nagyon tudja, hogy mit kell csinálni, ha nem is tudatosan, de egy irányba kezd menni az élete.
és utána esetleg tudatosítja azt, hogy ez nem volt véletlen. És ha visszaköti, akkor megerősíti abban, hogy kapott egy elhívást, tudja, hogy miért jött a Földre, és mit kell neki csinálni. Tehát a tátos gondolkozás egy nagyon szép dolog. Tehát akkor ott volt, hogy amúgy kerekedik, egy fekete, ott volt a szarvas, ugye abban legelészik csodaszívű farvas, helyregő rejtem, adjon az Úristen ennek a gazdának. Tehát bejött az Úr szó, amiről az előbb beszéltünk, de hozzátette az Istent. Tehát egyértelműen ott van a csodaszarvas, ott van a regülés, és ott van az Úristen, ugye? Tehát nagyon szép a szöveg, megint tartalmazza majdnem a teljességet. Regős csapatok vannak Magyarországon, tehát ez nem pusztult ki, rendezvények is vannak, spontán is van falvakban, a Buka Laciék Debrecenben évtizedek, nem tudom mióta csinálják, lakótelepeket járnak föl emeletről emeletre, és egy komoly férfi csapat csinálja, megszállottan egész életükbe. Tehát tudjatok róla, hogy ez létezik, és hogyha tényleg őszintén úgy érzi valaki, hogy ezzel a regöléssel úgymond, hitet, erőt ad az embereknek, akkor ez meg is valósul. Tehát ez nem egy színházi játék, hanem egy új esztendőnek egy lélekkel feltöltése. Jó, a csodaszarvashoz beírtam pluszba most reggel, hogy megemlítem Bartók Bélának a Cantata Profana művét. Nyugodtan leírhatátok, C-vel írják, tehát Cantata és Profana. És mindjárt mondom, hogy mi a súlya a dolognak. Az alaptörténet az, hogy Bartók gyűjtött, vagy megismerte ezt a Kolinda karácsonyi éneket, megcsinálta belőle ezt a zeneművet, tehát egy tenor szólamra, a zenekar nagyon szép, és a kilenc csodafiú szarvasról szól, akik gondold el most magad, családban él a gyereked, beszéltem a táltosról az előbb, és egyszer csak rájön a gyerekekre valami. És eljönnek az apukáról, anyukától, elmennek az erdőbe, mert az apjuk őt vadászatra tanította. Tehát az, hogy lőjék meg a szarvast és az állatot, és ebből élnek. Ugye ez még e világ. És addig mennek az erdőbe, és az erdőbe, ez erdőbe, míg szarvassá változnak ott az erdőbe. Nyilván átmennek a patakon, tehát a víz az ott bejátszik szépen, és a fiúkból szarvas lesz. Na most ez az átbucskázás, ez az átváltozás. Hogy tudunk mi csodaszarvasok lenni? Már beszéltem a 12 pontról is, ugye? Nagyon összefüggnek a dolgok, és akkor az apa ezt nem tudja elfogadni, meg az anya is van otthon, megy utánuk, és rá akar célozni a szarvasokra, mert állatnak látja őket. Megint a hunor magyarnál vagyunk kicsit, tehát a papa kiesett. A papa nem tudja, mi a csodaszarvas. De a szarvasok megszólalnak gyerek hangon, hogy apánk, apánk, de ránk te sose lőjél, mert tűzünk a szarvunk hegyére, aztán dobunk hegyről hegyre téged, ha ilyen vagy. És akkor könyörög az apa, gyertek haza, és akkor a fiúk megmondják szépen, hogy a mi szarvunk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A mi testünk nem jár ruhába, csak jár az lombok közt. Ami, még ott van egy valami. Ami, és a vége mi az? A mi szájunk nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból. Tehát vissza a természethez úgy, hogy a teljességbe ebből a civilizációból, ebből az életből. Ez a Cantata Profana, és azért írattam le veletek a címét, mert nagyon érdekes a cím. Mert a profán, ugye a második szó, az a természettel kapcsolatos profán, azt mondjuk természethez kötődő valami, nem úgy mondta, hogy pogány. Bartók Béla, de a profán szót használta. De a kantátáról tudnotok kell, hogy ez egy latét kifejezés, és a zene irodalomban olyan kórusműveknek a neve, ahol egyházi szöveget énekelnek. Tehát ha azt mondod, hogy egy kantátát énekeltek a templomba, biztos vagy a színházba, biztos lehetsz, hogy valamilyen bibliai történetű szöveget énekelnek. És az is bizonyíték hozzá, hogy párja megvan a madrigál, ezek középkorban használt, de ma is énekelt műfajok. A madrigál azt jelenti, hogy világi szerelemről, egyebekről. A kantáta viszont szentlélekről, imádságról, egyebekről szól. Tehát itt nincs nagyon mellébeszélés, és akkor Bartók mit csinált? Oda tette a kantátát, ami egy úgymond keresztény és szentségről, imádságról szóló, és oda tette a profánt. Érzitek? Tehát hogy lehet az Isten ott a természetbe?
és ez nem csak templomi kereszténység, hanem olyan Isten kapcsolat, amiben a teremtést is beköti a csodaszarvassal. Tehát csodálatos a mű egyébként, és örök zöld játsszák mindig és mindenhol, és Bartók ezt nem véletlenül csinálta. Még így mondtam nektek, hogy Petőfi és Bartókról lesz szó. Ott is visszakötünk majd ide, jó? Tehát ezt szerettem volna még hozzám mondani nektek a szilveszterihez, mert ez egy karácsonyi kolinda énekből, a csodaszarvasból vette Bartók annak idején. Hogy román vagy magyar, ez megint részletkérdés. Ez tudatos volt ez a névvel, ez a címválasztás? Tudatosan választott? Abszolút, biztos, 100%. Majd ott lesz Bartók idézet, hogy ő hogy állt hozzá a Jóisten az egyház kérdéséhez, tudod, és akkor ez egyértelmű tesz. Teljesen egyértelmű, tehát nem belemagyarázásabban biztos vagyok. Ilyen írását ugyanakkor azt mondanád, hogy hol írta ezt le, tehát ilyen írását nem olvastam, hogy ezt a címet azért adtam, mert. Ez nem. Ez. Egy zeneszerzőnél egyébként ez lehet teljesen új adat, ezért is elgondolkozhattok, hogy aki verset ír, zenért ír, az ő csinálja a művet. Mert ha azt mondod a József Attilánál, hogy fogtam a ceruzát és emlékeztem, ugye mondtuk, hogy diktálnak. És amikor megkérdezik a zeneszerzőt, a költőt, hogy miről szól a versed, hát gondolta a fene, ugye mondta Vörös Sándor. Tehát nagyon érdekes, hogy jön az adás, neki fel kell készülni szakmailag. Tehát ha nem tudja a kottába leírni a hangokat, akkor abból nem lesz, hiába jön az adás, nem lesz belőle zenemű, úgy van? Nem lesz belőle vers, és nem tud dramaturgiát elképzelni egy színházba. Tehát nagyon kell az emberi tudás, de az az egy pont, ami megtölti lélekkel az egészet, az kapja. És ilyen értelemben nem várható egy Bartók, hogy elmagyarázza a művét. Tehát inkább olyan szövegekkel lehet találkozni, ahol azt mondja, hogy én ki vagyok szolgáltatva, jön, és írnom kell, és megteszem. Tehát ne várjunk a szerzőktől magyarázatot. És sőt, azt viszont arra van dokumentum Bartóknál, hogy a művek vagy túlélik az életüket, vagy nem. Nem kell félteni a zeneszerzőt. A művei meg fogják védeni. Nem ő védi meg magát, mikor kritikákat kapott, csúnya kritikákat, ugye Kodály és Bartók is. Majd a művek megvédenek, és megvédték őket. Tehát nem kell foglalkozni az ellenséggel. Magyarul. Nem kell foglalkozni. Azzal kell foglalkozni, amit csinálunk, és az bőven megvédi magát. Regölést megbeszéltük. Következik január 6-a vízkeresztnek mondjuk, a január 6-át, és ekkor jönnek az úgynevezett három királyok, akikre most részletesen nem térek ki, viszont a vízre igen. Ugye keresztelő Szent János szokták emlegetni, áll a Jordánban, és kereszteli az embereket, és Jézus is oda megy hozzá, és akkor most kikeresztel meg kiket, ugye keresztelő Szent János nem akarja, mert felismeri Jézust, de ő tartja magát a szokáshoz, kéri, hogy keresztelje meg, megteszi, és akkor utána mi az érdekes, hogy mivel keresztelünk ma? Engem is megkereszteltek, mert hát vittek a szüleim minden, akit megkeresztelkedtek, azok tudják azt, hogy van szentelt víz, ha bemegyek a templomba, hát mi katolikus templomokba járunk, tehát nem tudom, a reformátusoknál van szentelt víz. Tehát bemegyünk, ott vannak a kis tégelyek, ami úgymond szentelt vízzel van tele, belebártja az ember, az ujját vet egy keret, megy tovább, tehát gyakorlatilag a víz és a szentelt víznek a gyakorlata mai napig van, ha egy csecsemőt visznek oda, ugye, keresztelőre, akkor vízzel megkereszteli a kis homlokát, vagy valamit ráönt, valamit, tehát létezik a vízzel keresztelés, kész. De mit mondott Jézus? Mától kezdve nem vízzel keresztelünk, hanem szent lélekkel. Na most akkor a vízzel keresztel az egyház, akkor Jézus követő? Nem vagyok biztos, mondom, az adatokban, de akkor ezen is gondolkozzunk. Hát akkor most Jézus követő vagyok, vagy nem? Legalább mondaná néha a pap, hogy nem kell a víz, anyuka. Itt a Szentlélek áldása, megkereszteltem a babát. A következő komoly gond az, hogy miért kell egyáltalán keresztelni. Most teljesen mindegy, hogy vízzel vagy Szentlélekkel.
Hát gondolkozzatok, a hagyományban még a, hát vagy sütő, nem Sütő Andrásnál, hanem vagy Nyírőnél, meg Tamásinál van olyan, hogy fönn van a pásztor, a kaibába, mondja Vigesz, és megszületik egy gyerek, a templom nem van a faluba. És megbetegszik a gyerek, ott érzik, hogy meg fog halni, és vergődik a szegény Ábel, nem az Ábel, azt hiszem egy másik történetben van, hogy most pogányként fog meghalni, pokolra jut a gyerekünk, nincs megkeresztelve. Élő faluba is Hévízgyörkön, ahonnan meséltem a Lucát, ott van, elvittük a templomba a pogánykát, visszahoztuk a keresztényt. Tehát mai napig gyakorlat az, hogyha nem kereszteli meg a pap, akkor valami nagy baj születik, vagyis a gyermek nem Isten ismeretével jött a földre. Most fogjuk bekötni Isten kapcsolatba. Na most ez a komoly gond. Ez a nagyon komoly gond, hogy miközben meséltem, hogy a gyermek föntről lejön, ugye? A rajzaiban most fogjuk bizonyítani, hogy ismeri az Istent. Miért kell megkeresztelni? Erre csak, hát tudod, hogy nem szeretek bántani, de akkor, ha így van, akkor bekötöttem egy egyházi szervezetbe. Bekötöttem egy hindu vallásba, egy zsidóba, egy másikba, azzal a szertartással. Akkor oda tartozik, de különben eleve is az Istenhez, tehát nagyon kérdéses, hogy kell-e. Hát a mi gyerekeinket nem kereszteltük, de nem ilyen tudatosan. Valahogy az ember a lelkében már úgy érzi, hogyha azt mondom, hogy mindenhol ott van a Teremtő, akkor miért kell beavatni abba, amiben már benne van? Hát akkor megtagadom a rajzait. A rajzai pedig ott vannak, a bizonyítékok. Zenei ősképekről még meg sem említettem nektek. Tehát ősképek nem csak rajzban és nem csak térben vannak. Vannak zenei ősképek, vannak jogi ősképek és közösségi ősképek. Ezt a gyerekek csinálják. Értitek? A zenei őskép, mondtam a hangsorokat nektek az előbb, ugye? Na most, mit énekel a gyerek a bölcsőben, mikor még járni se tud? Most próbálom rávenni egy rokonunkat, ahol még nem is jár a gyerek, hogy amikor gügyög, fölébredt, jól lakott, szopizott egyet, jól van a gyerek, mondogat valamit, ugye, ott a bölcsőbe. Na most néha ott kijönnek hangközök és dallamok. És én a fiunkkal egyet tapasztaltam, tényként le is szoktam érni. Emeleten raktam a cserepeket, és ő lent homokozott 15 méterrel alattam. És elkezdett egy dor, az a rémi fámi, amit énekeltem. Egy ilyet énekelni a homokozóba a Gergő gyerekünk. Mit énekelsz, Gergő? Elrontottam. Abba hagyta rögtön. Elrontottam. Nem voltam figyelme. Nem szabadott volna szólni, hanem hallgatni. És akkor többet tudnék mesélni. Tehát kijött a gyerekből olyan, amit a rádióban tőlünk nem hallott, az biztos. És ha hallott volna, akkor sem azt utánozza. Tehát ennek az a hipotézise, hogy úgy, mint a rajzokat, ezeket az Isten által teremtetett összes hangsort hozza a gyerek születésével. Senki nem kutatja. Tehát egy tudományos világkonferencia kéne ennek nekiálljon, egy óriási érték születhetne. Én nem tudom elintézni, az biztos, csak fölkínálom, adjátok tovább. Fehér folt az emberiség művelődésében. És főleg az egyház kéne ezt hozzájön, hogyha valóban az Isten útját akarja bizonyítani és követni. Miért mondtam ezt el nektek? Mert ugye a vízzel szentelés, vagy egyáltalán, hogy kell-e, erre hoztam föl példának, hogy még hangsorokban is lehet bizonyítani azt, hogy a gyermek igenis ismeri a jó Istennek a rendjét. És akkor most játszani fogunk, és pedig lenn szünetik kint a réten, mert jön a farsang. Jön a farsang, és tegnap egy játékot már itt eljátszottunk, úgyhogy azt nem ismételjük el, viszont betettem helyette egy másikat, és betettem az ostorozást. Az első játék az a kapuzás lesz, tehát hoztam egy kötelet, és kötődik majd később a húsvétnál, megyünk tovább a bújbúj játékokhoz, de ez is egy kapu lesz. Forgatjuk, forgatjuk körbe, és egyszerűen át kell alatta szaladni. Ezt nagyon szeretik, óvodások megcsinálják 10 perc után.
bátorításként mondom, jó? Nem kell férni, hogy leveri az orrodat, így úgy amúgy, meg kell szokni, és tökéletesen, hogyha én zenakadémiára szeretnék fölvenni gyerekeket, akkor 5 perc múlva ebbe a játékba megmondanám, hogy kinek van zenei érzéke. Mert a kötél, ahogy megy, annak van egy ritmusa. Te elindulsz 20 méterről, és úgy kell átmenni, hogy se nem gyorsítsz, se nem lassítsz, és nem veri le az orrodat, és nem veri meg a fenekedet, és nem kapja fel a szoknyádat hátul. Ez zenei érzék, így van? Na most erre bátorítlak titeket, hogy ezt lőjétek be, szerintem egy 10 perc, 15 perc alatt belejön mindenki. Jó, most futhatnak a férfiak is, nem teszünk kivételt, majd ez lenne az egyik játék, és majd kötöm szépen a kapushoz. A másik viszont nagyon komoly lesz, az úgynevezett ostoros játék. Ezt nagyon-nagyon elhatároztam, hogy kértem is a technikát, hogy ezt vegyük föl, mert sehol erről film nincs. Az úgy fog nézni, kimondottam férfi játék. Be fogjuk gyakorolni, egy hosszú sorba állnak a férfiak, és úgynevezett tűzoltó fogásba, tehát csuklót fognak, hogy ne szakadjon el. Tehát nem így fogunk kezet, hanem az úgynevezett tűzoltó fog, nem tudom, miért hívják így, én így hallottam, tehát így kezet fognak. És az első jó meghúzza, futnak, akkor szépen bekanyarítja, ettől az utolsó úgy fut, hogy majd beleáll a földbe. Már nem tudja ugyan vedni a lábait, és akkor kell az, hogy önkéntesen, ugye, ő elengedi a végét, leveti magát a földre, nem felhúzott, egyenes lábbal kézelt föl, hogy a fejét ne verje be az orrát a földbe, és lapjával gurul le a réten. Brrrr, értitek? Na most ezt fogjátok látni, remélem, hogy föl is vesszük szépen, megvan rá a jelentkező, legalább egy az biztos. Tegnap egy gyönyörű bukfencet csinált itt a... ott ő házba. Már vele megbeszéltem, aki ilyen bukfencet csinál, vagy szaltót, az nem fél az ilyesmitől. Előtte ki fogjuk gyakorolni, hogy hogy néz ki a gurulás, szép lassan is, gyorsabban is, és aztán ameddig tudjuk, minél gyorsabban. Jó? Jelentkezni lehet az ostorságra, és ostornál vagyunk, megint pattogtatásnál, ugye? Erre a játékra mondta Molnár Jóska egyszer, hogy a tavaszhoz kötődik, mert itt, aki óvónő vagy kicsikkel van, óriási gondban van akkor, mikor a pedagógia azt mondja, hogy csinálj évköri rendet, kedves óvónő, hogy melyik hónapban milyen játékokat fogsz tanítani. Totálisan bezavarodnak. Egyszer azért, mert a játékok nem kötődnek így évszakhoz, legfeljebb nagyon ilyen áttételesen mondjuk, hogy az ostorozás tavasz. A második az, hogy a gyereknek nincs havi időérzéke. Tehát az időérzék olyan, hogy azt mondom, hogy még 3-at alszol kislányom, akkor megyünk a nagyihoz, de azt mondom, hogy holnap után a fogalma, vagy az, hogy december 5-én megyünk, fogalma nincs micsoda, vagy 5 nap múlva, értitek? Tehát ahhoz mondom, mondták a hagyományban, akkor megszólal a kakuk, akkor lesz valami. Hát az figyelte, hogy mikor szólal meg. Tehát az időérzéke a gyereknek az nem havi. Tehát az óvónők ne menjenek bele ebbe a zsákutcába, hogy évi rendet csinálnak, mert csak beosztják ide-oda a játékokat, de annak semmi köze az évhöz. Csak egy tematikai beosztás. Egy fogócska az melyik hónapra való? Hát nem lehet rá válaszolni, mert egyszerűen nem ilyen. Jó? Jó, és akkor... az Aranyalma könyvet már említettem nektek, de ebbe van a, ugye ez a Decsi Zsóka féle leírás, tehát ezt mindig úgy mondtam, hogy fénymásolgatásra tudom ajánlani egyelőre. Ígéret van, csak nem adták még ki. És ebbe van a, nem is ezt akartam, tehát ebbe van a Decsi Zsóka féle, a játékok pedig a Széki játékban, meg az Aranyalmában vannak a játékleírások, illetve a Vigesznél, ugye az ő nevét még kihagytam péltatlanul, ez a, ha ki észrevette, készítette Hintalan László is, és pontosabban előtte Vigvári János természetgyógyász, jó? Ismerős? Mármint ő. Tehát ezt a Vigesz szorgalmazta tőlem, azt mondta, hogy kérlek szépen, amit ott is kicsit mesélt, van egy táblázat, és azt mondta, hogy a baba, amikor a pociba van még, és meg se született, ugye tudja minden anyuka, hogy mozognak a gyerekek. És azt mondta, hogy mindenfélét mozognak,
és végig az ember életbe is mozogunk, és ha ezeket a természetes mozgásokat megcsinálja-e a magyar játékhagyomány. Ő azt mondta, hogy van olyan, hogy felállunk, ugye? Van olyan, hogy jobbra-balra megyünk az életbe, van olyan, hogy előre meg hátra megyünk, van olyan, hogy lüktetünk, mint a szív, az is mondhatod, hogy előre-hátra lüktet, van olyan, hogy átbújunk, vagy visszabújunk, vagy asztal alábújunk, vagy szoknya alábújunk, ugye? Akkor van a gurulás, a bukfencezés, van a forgás, van a keresztezés, és van a rákforma. Bemegyek így, és jövök vissza. Ez a vigesz. Ami alatt én beírtam a játékokat, hogy melyiknél mi van, erről szól ez a füzet. És akkor jött a vigesz, még adott nekem házi feladatokat, mondtam, most én adnék neked egy feladatot, azt nem csinálta meg, úgyhogy ez most leállt ez a dolog. Most itt tartunk, de ez a füzet, ez kötődik kettőnk munkájához. Engem nagyon izgatott az, hogy a pociban mit mozog egy gyerek, tehát filmeket kéne készíteni, meg egyebeket. Tehát egy nagyon szép gondolatkör ez, amivel megint bizonyítanánk azt, hogy már a pici korban ott van mindaz, amit később kibontanak nagyba. És ha nagyba csinálom, itt vannak felnőtt játékok is, és a játék után ott van, hogy mit táncban, hogy jelenik ez meg, és utána mondjuk kenyérsütésbe, főzésbe milyen mozdulatokat végzel a kezeddel, amikor kaszálsz, mit csinálsz. Érzitek? Tehát ebben a hipotézis benne van, hogy az egész életet mellé kéne tenni a mozgásos ősképeknek. Nagyon-nagyon értékes anyag.